Nem ér kukucskálni. Nézhetsz. Nézd csak. Azt a mindenit. Megkaptuk. Hogyan? Hát úgy, hogy tegnap találkoztam Janival, és átadta nekünk a képet, amit készített rólunk. Nagyon-nagyon aranyos, mert ahogy tegnap megígértem, ma Robival forgatunk közösen, természetesen lóg az eső lába, de ez nem akadályoz meg minket a munkában. Ó. Szólj, ha kinézegetted magad. Van egy kis probléma, hogy ugye ketten vagyunk, és egy kép van, hogy hogyan fogunk megosztozni. Na mindegy. Yeah. Ez a te problémád. Okay, gyere, menjünk. Na szóval a mai nap a Skodás nap, ami azt jelenti, hogy alapvetően bringás nap, hiszen az a sorozat, amit a Skoda támogat, az a bringákról szól, és ez a VLC. Szóval a Skoda kitalálta ezt a projektet, ami a V-Life Cyclingnak a rövidítése. Van hozzá a weboldal is, meg minden, amit meg tudtok kattintani a videó alatt, hiszen ott van a link. És alapvetően a bringázásnak a magyarországi népszerűsítéséről szól, volt már egy epizódunk, amit itt tudtok valahol megnézni. Ez meg a második rész, amikor is Králik Danival fogunk megismerkedni. Néhányan már talán tudjátok, hogy ki ő, mert egy igazi BMX-es menőségről van szó. Aki azonban nem csak a BMX-et csinál őrületes dolgokat, hanem motorokat is épít. És most ez az adás, ez gyakorlatilag az ő spéci motorépítő műhelyében kezdődik, és azt hiszem, hogy azt a motort például ő is csinálta, ami mellett Robi már ott áll és nézegeti. Ez Dani építette. Mondom Robinak, aki oda van a motorokért, meg a motorépítésért. Hát, igen, ez már téma? Hát is tudtam. És az lesz, hogy majd elmegyünk kipróbálni a BMX-et, vagyis Dani kipróbálja, én meg majd nézem, és ezen fogja szállítani. Gyakorlatilag a BMX szállító motor. Ez elbír még egy biciklit? Wow! Jó, hát egy biciklit, tudod mekkora egy BMX, a térded ig ér. Akkor is, az nem tudom a dimenziót. Jó oldalra, gondolom. De ez nagyon jó ez a bele ha. De figyelj, és voltál te már egy motorépítő műhelyen? Nem, tényleg csak tévében láttam. Csak folyton beszéltél róla? Így, nem, én nem beszéltem motorépítő műhelyekre sosem, csak láttam őket tévében. Nem, de arról beszéltél, hogy mennyire jól néznek ki az épített motorok. Így van, így van. Nekem az első motorom egy épített motor volt. És mennyire menő néz ki, be is vágjuk ide a képet, szóval menjünk be és nézzük meg azt. Jó. A műhelyt. Műhelyet? Műhelyt? Műhelytet! Hello. Oda néz, oda néz, nagyon készültél, látom, hogy nem csak úgy bejövünk, hanem ott van az aranyvilla is gyakorlatilag. Te vagy az aktuális BMX-es aranyvillás. Mondta a Skoda, hogy mindenféleképpen mutasd meg, amikor bejövünk. Mert hogy egyébként a Skoda folyamatosan kiosztja ezeket az aranyvillákat, és ezzel nem az értékét akarom csökkenteni, hanem minden műfajban kap valaki egy ilyet. A műfaj kiválósága. És te vagy a BMX műfajnak a kiválósága. Mi történik itt, meg hogy vannak itt egymáshoz képest a dolgok? Hogy volt a BMX és jött a motor, vagy ez a két dolog párhuzamosan van egymással? Vagy volt? Nekem gyerekkoromban volt a motor. Előbb volt a motor, mint a BMX? Igen. Ja, mert azt láttam, hogy ilyen 18 évesen, vagy hány évesen kezdtél el korábban bringázni? 19. De nem volt 18, mert csak 99. Hát, jobban tudom, akkor sikerült felkészülni. BMX-ezni akkor kezdtem, viszont cross motorozni, még már ilyen 12-3 évesen így próbálkoztam. A mi generációnk, mert hogy gyakorlatilag egykorúak vagyunk nagyjából. A BMX banditák gondolom neked is megvolt, nem? Abszolút. Szóval, hogy ez egy ilyen korszakos film volt, amikor a 80-as évek közepén Nicole Kidman-nel, és mindenféle őrültséget csináltak. Volt. Első filmje volt? Első filmje ráadásul. Végig kísérte az életünket ez a csaj. Szóval, hogy én például nagyon-nagyon vágytam 6 évesen BMX-re, nem kaptam meg soha, de hogy nagyon-nagyon akartam, hogy gondolom neked is megvolt ez kiskorodban, nem? Hogy kéne egy ilyen bringa. És én szerencsés voltam, mert én kaptam is. Ez így kell fizikum, szóval ez egy olyan sport, ami nem egy olyan, nem, tehát nem tudsz ilyen kis fiúként így odaizélni. Tehát ez kell fizikum, úgyhogy egészen szerencsés voltam ilyen szempontból, mert amikor elkezdtem magamat BMX-el összetörni, addigra már így volt izomzatom valamennyire. Motorépítő műhelyünk, hárman vagyunk, Robival és Benedekkel. Nem veled. Bocs. De hogy ezt csináljuk, és most ez például két éve épül ez a motor, és megdöglünk tőle már lassan. De hogy ez egy komoly dolog lesz. De ez hogyan vagy? Valaki bejön ide egy motorral, hogy van egy mocin, de akarok valami állat külsőt neki, és akkor ti elkezdjétek azt hackelni, vagy egyébként a motor teljesítménybe is belenyúltok, szóval... Mindenbe. Azt kérem, hogy legyen állatabb, és akkor rád bízom, te meg elkezdesz terveket készíteni,
hogy így néz neki, vagy itt hagyom a motort két évre, és aztán jövök vissza, és kész. Minden verzióban volt olyan, aki idejött, és azt mondta, hogy itt a mocit csináltok vele, akkor ezt, és akkor megbeszéltük, és akkor megdumáltuk, és akkor sok siker. Aha. Meg van olyan, aki, mint például ezt, végig kellett hallgatnunk minden is alkalommal, hogy a csavarokat hogyan, és a melyiket, és a mit, és az, hát azt tudja, hogy ez nem úgy lesz, az nem. És akkor megküzdöttünk nagy nehezen. Motorba belevésni az, hogy halál, az jó, mert... Ezt én véstem bele, én vagyok a vésős gyerek. Ez mindenféle nyelven halál és élet, és halál és élet. Aha, és akkor kiválaszthatod, hogy melyik a szimpatikusabb? Vida. Én a design részekkel foglalkozom, mondjuk ülést tervezek, tankszint, tanknak az ilyen véséseket, én választom ki, hogy milyen gumi lesz a motoron. Főleg olyan dolgokkal foglalkozom én, ami egy kicsit ilyen így a látvány és az összképpel foglalkozik. Te foglalkozom meg egy csomó mindennel, nem? Tehát, hogy én amúgy fotós vagyok. Fotós, amúgy fotós. És azok ott a te képeid? Azokat te fotóztad a falon? Igen. Oké. Okay. És azt az állatot te előtted agyon? Nem, azt a csajom faterja. De akkor jobb lesz vigyázni, ez egy ilyen jelzés volt a részéről, nem? Beteg volt ez az állat. Fiatal volt és beteg, és azért kellett kilőni. Hogy golyó a fejébe, azt mondta. Megbetegedett. Extrém sportfotós vagyok, vagy onnan jöttem, de aztán abból úgy kijöttem, és imádom a csajokat, meg a jó csajokat, meg igazából az ilyen izgalmas dolgokat. Mit szólsz ahhoz, hogy az amerikai szépség királynő választásból el fog tűnni a bikinis felvonulás, és mostantól kezdve nem fogják a szépséget díjazni? Hát igen, ez nem szép dolog, hogy tárgyasítják a nőket, ezt én egyetértek, tűnjön el a bikini. Ugye? Ugye? Pokolba az ilyesmivel. Mi van? Tényleg, eltűnik. Mi van? Hogy dolgozzak itt, hogy ilyen információkat én nem tudom? Most mit csinálsz? Megragasztod a biciklidet? Hogy ez miért történik? Felrakom a motorra, és most szinteresztettem le a motornak a sziszi bárját, és a sziszi bárját... Egy büdös szót se értek. És ez működik még? Ez egy első generációs iPod, vagy... Nem, ez egy másik generációs, és ezzel voltam annó Angliában, cirkuszban. Mit csináltam? Milyen cirkuszban? Biciklis bohóc voltam egy cirkuszban. És ezek az információk csak úgy beesnek. Hogyha biciklis bohóc, mennyi ideig? Mert te nem voltál biciklis bohóc, vagy mi van? De hogy kellett ilyen krumplior is? Nem krumplioros voltam, hanem ilyen, én egy banditák voltam beöltözve, bandita voltam. Aha, BMX bandita. És akkor úgy izéltem, és azért mentem ki, hogy majd szaltózok, de egyet sem szaltóztam el, akkoriban pont ilyen blokkom volt, úgyhogy nagyot vászpöriztem, meg áramat vásztam, mindegy. És annyi volt, hogy ott van, el kellett rabolnunk a brékes srácot, berakni egy dobozba, amiből leesett, és le a biciklivel, és akkor ott még ilyen ugratókkal így ugratni, és ilyen... Aha. Nagyon-nagyon drámai a vége, érzed? Ne essen, már az esetben semmi. Mindig esik, amikor mi forgatunk, akkor esik. Ja, igen. Aha. Figyelj! Az igazság, hogy az, hogy itt esik, az nem meglepő, de amikor a világ legszárazabb helyén forgatunk, és ott is esik, miattunk. Várj, ezt meg tudnál újra csinálni? Lemaradtunk. Ne vicceltem. Még mindig jobb így menni, mint... Mi nem így? Mint mondjuk kocsival, városban. Ennek a Skoda nem tudom, mennyire fog örülni. Nem olyan kényelmes, mint egy Skoda. Nincs egy másik bringed, ami azért alkalmasabb arra, hogy eljuss vele A pontba. Én nem vagyok az a klasszikus bringás arc. Utálod a bicikliket. Most már érdekel, ezt fejtsed ki, hogy ez mit jelent pontosan, hogy aranyvillásként nem vagy egy klasszikus bringás arc. Nem szeretek távokat tekerni biciklivel. Aha. És hogy fogjuk így felvenni azt a jelenetet, hogy ülünk a Skodában és beszélgetünk? Hoppá, tényleg. Az... Nem, miért nem szóltál, hogy nem menjünk? Nem tudom, olyan lelkesen elindult a motorra. Gondoltam, ki vagyok én, hogy megakadályozok egy srácot, aki motorozik, meg vannak láncai minden. Figyelj, beszélgessünk mi. Ja, hogy vagy? Két kocsival jöttünk, akkor ott találkozunk. Ez egy ilyen magányos utazás lesz. Jó. Ciao. De jól néz ki minden. Ez milyen? Ez ilyen körözöttes paprikás? Azt kérem, meg vinnék három kakaós csigát. Köszi, sziasztok! Szóval, hogy
megláttam, hogy milyen csíjákat tesznek ott bent, és muszáj volt venni néhányat. A többieknek, meg Marcinak, meg Annának. Az eső az esik, viszont legalább sikerült a parkolóhelyet találni még hozzá, majdnem pontosan ott, ahol annak idején Robival egy albérletet béreltünk még a csóró egyetemista időkben. Egyetlen szobában laktunk, négyen. De jó pofa volt, és most már nem esik, hanem lényegében szakad. Arra gondoltam, hogy Robival lehet, hogy kellene kezdenünk valamiféle jótékonysági tevékenységbe, hogy elmegyünk sivatagos országokba, és nem csinálunk semmit, csak ott vagyunk, és úgyis el kell szakadni az eső. Meg lehet minket hívni, segítünk, ha baj van. Oda megyünk, és... lesz eső. Hoztam nektek kakaós csigát. Hol láttam meg? Én a Bokás utcában. Én meg a Lónyai utcában, pont ott, ahol laktunk. Ne. Pont az előtt. Kilencszer tört el az orrom eddig, és az utolsó alkalommal 9 darabra. Úgyhogy szerintem az az utolsó. Szerintem ez már az utolsó volt. Az utolsó esésemről van 2 héttel ezelőttről egy olyan videó. Tovább beakadt a pólomba a kormányom, és nem tudtam visszahúzni. Az volt a szerencsé, hogy letettem a lábamat, és így ellőttem magamat előre. Olyan keres stratégiákat szalmat, hogy hogy kell esni? Idővel megtanulod nagyjából. Meg kell feszíteni? Vagy mi a célja? Tényleg? Tisztelő. Mert megtartja az ízületeidet, megtartja a csontot, megtartja a belső szerveidet, mindenféle. Két versenyt nyertem életemben, az egyikre azért mentem el, mert tudtam, hogy megnyerem, mert nem ment el senki. Nem vagyok egy ilyen versenyerős csávó, én inkább ilyen videós, fotós témákban voltam mindig jelen, meg próbáltam szépen biciklizni. Elpusztulok, hogyha nem biciklizhetek. Annyira durva, ilyen érezhető, konkrét depresszió van. Mit ad ez neked útba, ahhoz képest, mint egész életedben csak egy irodában ülnél? Iszonyatos alázatot a dolgok iránt, és ez a figyelem és fókusz, hogy minden a munkában, a mindenben előjön, az úgy fókuszálok mindenre, hogy így ez, ha szarul csinálom, szétbossza a fejemet. De nem kicsit, hanem úgy, hogy úgy telibe. Hogy ez a kormány, ha beléd áll, az nem jó. Szóval így... ezt megtanulod tőle. Nagyon fontos, hogy legyen valami az életedben, amiben profi vagy. Fontos, hogy valamit kigyúrjál, és tudjad, legyen benne önbizalmat hozzá, legyen, tudjad, hogy mit csinálsz, tudjad, hogy hogy gurul egy bicikli, hogy hajtódik a papír, hogy a... Tudod, valamiben azt gondolom, hogy az embernek profinak kell lenni, és ki kell maxolni magát. És hogyha ez ne adj Isten egy sport, vagy esetleg egy ilyen adrenalindús sport, akkor az egy olyan extra és veszély is egyben, amit nem tudsz mással kiváltani. Csabi, akkor a null kezesére, jó? Igen. Úgy van, hogy át kell ugrani itt ezt a kis spine-t, aha. Vissza, de jól bele kell rakni ide. Aha. Itt kell egyet csövelni izomból, aha. És tenni a fogjuk, és így be kell fejelni elő. Értem. Csapod a kezed, az a lényeg, hogy visszafelé ne fogj rá a pólódra. Aha, jó, aztán megvan. Figyelj, mi lenne, hogyha egyszerűen csak elmennék onnantól odáig? Jó. Erre ráül az ember, hogy mit csinál vele? Nem ő rá, áll. Csak így állva teker? Figyelj, azt csinálom, hogy elindulok. Most lesz. És így visszajök, és életem első BMX-es élménye. Gyakorlatilag azt hiszem, hogy egy 30-33 éves álom teljesül. Vigyázzon, de mert irányítani nem tudok, de ő. Nincs fék! Nincs fék, mi a fék? Nincs fék. Ezt teljesen elfelejtettem. Ez egy újfajta hozzáállást feltételez, hogy az ember nem tud befékezni. De szerencsére van itt egy csomó emelkedő. Jó pofa. Hogyan állsz meg, hogy leugrasz és kész? Nem, egy lábamat lerakom és így húzom. Hát ez jó. Visszaadom. Nagyon jó, köszönjük. Szuper köszönjük. Volt, csáó. Figyelj, az oké, hogy ő lement innen, de
nehéz lesz lemenni. Mi hogy megyünk? Én lemegyek, te meg leadod a cuccokat, jó? Utáltam elázni, mert egyszer volt egy sítáboros élményem, ahol a síelés miatt csontáztam, és nagyon-nagyon nem volt jó, és te elkezdted nekem magyarázni, hogy mit neked ázás. Egyszer eláztál biciklin, és az ott egy hozzászoktál. Most az utóbbi időben annyit ázok veled állandóan minden, hogy most már engem se. Ugye, hogy hozzá lehet szokni, ezt elengedi az ember. Igen. Egy ponton elengeded, és onnantól kezdve rájössz, hogy ez igazából csak víz. Na figyeljetek, a mai adás az ennyi, de mi mikor fogunk legközelebb közösen forgatni? Hát, rajtad múlik. Nem, várjál? Hát másfél hónap múlva egészen biztosan. Leges legkésőbb, amikor a következő bringás adást készítjük, de szerintem addig is. Nem tudunk nem találkozni, basszus, elmegyek nyaralni, úgyhogy nem szólok neked róla, s ott is ott vagy. Nem, most nem leszek. Szóval figyeljetek, a mai adás az tényleg nagyjából ennyi. Robival mi most szétválunk, két külön városban leszünk, ami lehetőséget biztosít arra, hogy szép napsütéses hétvége legyen Győrben is, és Budapesten is. Ha a bringázás érdekel titeket, okvetlenül nézzétek meg a videó alatti linkeket, és hát tudjátok, találkozunk hétfőn, amiket. Sziasztok! Ciao.